630. nap. Tegnap sok frissítés érkezett délről. Itt válaszul a közelmúltbeli sikeres ukrán támadó hadműveletekre, amelyek során az ukránok minden irányban kiterjesztették hídfőállásukat. Az orosz erők sürgősen megkezdték az ellentámadás előkészítését, hogy megakadályozzák az ukránok új pozícióinak megerősítését. Legutóbb arról számoltam be, hogy az ukrán erők sorozatos támadásokat hajtottak végre a folyóparton, és miután biztosították az oldalukat, a falutól délre is megtámadták az oroszokat, és sikeresen megvetették a lábukat az erdőben. Ahogy az később kiderült, az ukránok a korábban becsültnél sokkal jobban javították taktikai pozíciójukat. Amellett, hogy hozzáférés szereztek az erdőhöz, amely lehetővé teszi a lőszer és a személyzet elrejtését, egy további hozzáférést is nyitottak a faluhoz a folyó felől, nagyban javítva ezzel a helyszínen lévő egységek logisztikai lehetőségeit. Egyes orosz források azt állították, hogy az ukránok már több páncélozott harcjárművet telepítettek a folyó keleti partjára. Ez pedig nem lenne lehetetlen, hiszen azt már mindkét fél megerősítette, hogy legalább egy ukrán páncélozott harcjármű már legalább egy hete a térségben tevékenykedik. Attól tartva, hogy a jelenlegi ukrán előrenyomulás csak bevezetője egy átfogóbb támadásnak, az orosz parancsnokság megkezdte az erők összegyűjtését egy ellentámadáshoz. Egy neves orosz katonai elemző azt állította, hogy az orosz hadsereg meg nem nevezett helyekről egységeket helyez át, hogy műveleteket hajtsanak végre Krinki közelében. Eközben a térségben tevékenykedő ukrán harcosok arról számoltak be, hogy az oroszok növelték a nehéz termobárikus tüzérségi rendszerek használatát. Ebből arra következtettek, hogy az oroszok egy egységesebb és erőteljesebb ellentámadást megelőző tüzérségi előkészületet hajtanak végre. Hamarosan az összecsapások intenzitása gyorsan nőtt, és az oroszok megpróbálták visszavenni az elmúlt napokban elvesztett területet. A térségben lévő egységek jelentései szerint az oroszok gyalogsági támadást indítottak az erdőn keresztül, míg egy másik, legalább két tankból álló csoport oldalról támadta az ukránokat. Ezzel a taktikával az oroszok megpróbálták elvágni az ukrán logisztikai útvonalakat, csökkenteni az erdőben állásokat tartó egységek támogatását az út feletti ideiglenes tűzuralom kialakításával, valamint rögzíteni a lakott területen tartózkodó csapatokat, miközben az orosz gyalogság az erdőből támadva a falu központi része felé nyomult előre. Az oroszok pehére a hadművelet nem a tervek szerint alakult. Az ukrán harcosok egy videót tettek közé, amelyen az látható, ahogyan visszanozzák az orosz tankok tüzét. Úgy tűnik a harckocsiknak még az eredetileg tervezett pozíciójukig sem sikerült eljutni. Miután több lövedék alig pár méterre robbant fel tőlük, a tankok legénysége azonnal megfordult és menekülni kezdett. A 35. dandár ukrán tengerészgyalogosainak sikerült az egyik tankot üldözőbe venni és mozgásképtelenné tenni. A páncélos legénysége tudta, hogy nincs értelme megvárni a következő csapást, és azonnal ott hagyták a tankot az úton. Az ukránok aztán gondoskodtak arról, hogy a tankot soha többé ne használják. Az orosz gépesített támadóegység visszaverésével az ukránok segíteni tudtak azoknak a csapatoknak, amelyek az erdőt védték. Egyes orosz források még mindig azt állítják, hogy az orosz erőknek sikerült kiszorítaniuk az ukránokat az erdőből, azonban erre egyelőre nincs bizonyíték. Más orosz források megismételték, hogy erőik jelenleg képtelenek behatolni a település központi részébe, ezzel azt csugalva, hogy az erdőben lévő ukrán állásoknak erősnek kell lenniük. Ráadásul ukrán drónoperátorok szokatlanul nagy számú orosz csapatot észleltek a kontaktvonalhoz közelebb telepítve, valószínűleg azért, mert az előző csoportok nem tudták megállítani az ukrán előrenyomulást. Az ukrán szárazföldi erők parancsnokai arra a következtetése jutottak, hogy hamarosan Krinkiben kell majd szembenézniük ezekkel az orosz erőkkel, ha csak nem semmisítik meg őket ideje korán még a saját gyülekezési területükön. Az ukrán trónoperátorok átvizsgálták a régiót, megjelöltek minden olyan épületet, amelyet az oroszok az újonnan érkezett csapatok elhelyezésére használtak, és megadták a koordinátákat a HIMARS csapatoknak. A HIMARS csapásokért felelős ukrán különleges erők gyorsan akcióba léptek. Miután megtalálták a kilövés elvégzéséhez megfelelő helyet, beírták a koordinátákat, és több rakétát küldtek az orosz állásokra. Ennek eredményeképpen az újonnan érkezett egységek harcképessége súlyos károkat szenvedett, és ennek köszönhetően az ukrán erők rinkiben lehetőséget kaptak a további előrenyomulásra. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.